A ma esti webkonferenciának a témája vélt vagy valós támadások. A címszót kapta, és ez azért is nagyon fontos, mert vélt és valós események között az agyunk nem tesz különbséget. Azt hiszem, hogy a mai webkonferencia igazán különleges lesz, hiszen egy nagyon érdekes témát fogunk feldolgozni. Hogy melyek ezek a vélt vagy valós támadások, mit jelentenek a kisagyi biológiai programok, mi az, hogy germán gyógytudomány, erről fog nekünk egy fantasztikus előadást tartani dr. Budai László Károly, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, élettanácsadó és germán gyógytudományterapeuta. Fogadják szeretettel! Szép estét kívánok én is mindenkinek, és már előre szeretném közölni, hogy nem csak a támadási konfliktusok kerülnek szóba, hanem minden olyan program, ami a kisagy irányítása alatt zajlanak le a szervezetünkbe, tehát a bemocskoltsági konfliktusok is, valamint a gondozási konfliktus is szóba kerül ismételten, igaz, nem olyan részletesen, mint a mellről szóló biológiai programokban, de hát akit a részletek érdekelnek, azok majd ezt külön megnézhetik. Ugye elkezdtük a birtok konfliktusoknak a taglalását, és itt láthatjuk a germán gyógytudomány tudományos táblázatát kicsibe. Itt a piros mezőben a birtok konfliktusok, az elválasztási konfliktusok, ezekről már beszéltem. Aztán volt szó már a narancssárga mező második részéről, az önleértékelésről, volt szó a falat konfliktusokról, és hát akkor maradt, hogy a germán gyógytudomány tudományos táblázatából még ezt a kisagy által vezérelt programjainkat is. Egy kicsit mondjam úgy, hogy messzebbről foglaljuk össze, hiszen a bőrről szóló webkonferencia anyagban ezekről már részletesen szó esett, de itt egy összefoglalást szeretnénk adni erről az egészről. Igen, és megint azzal kell kezdjük, hogy mi az a germán gyógytudomány, ki az a dr. Rike Gerd Hamer, és mindezekről azért beszélek minden webkonferencia anyag bevezetőjébe, mert előfordul ugye, hogy valaki kiragad egyetlen témát, és ha nem tudja, hogy mi az öt biológiai természettörvény, hát akkor nem sok mindent fog ebből megérteni. Tehát kezdjük azzal, hogy dr. Rike Gerd Hamer, az a fantasztikus orvos, fizikus, teológus egyszerre, egy személyben, aki egyben egy felfedező orvos is volt, és a felfedezéseinek köszönhetően végre tudta családjának az ellátását, a megélhetését biztosítani. Ugye tudjuk jól, hogy férfi ember számára ez egy nagyon fontos program, már a birtok konfliktusokban erről szó volt. És amikor úgy nézett ki, hogy minden rendben van, ugye ez 1976-ban történik, akkor két év múlva, 78-ban egy tragikus szerencsétlenség teljes mértékben felborítja, megváltoztatja a család életét. A 19 éves fia a karjai közt hal meg Hamer doktornak, habár 111 napon keresztül küzdött a fia életéért Hamer doktor, mégis a karjai közt halt meg. Hamer doktor elgondolkodott, hogy milyen kapcsolat lehet a fia elvesztése és a két hónap múlva kialakult heredaganata között. Ezt kezdte kutatni, és kezdte a daganatos betegeket egy másfajta megvilágításból újra kikérdezni, újra felvette az anamnézist, és így jutott el az első biológiai természettörvény felfedezéséhez, aminek a rákvas törvénye nevet adta. Ugyanis ugye akkor elsősorban a daganatok okainak a feltárásával foglalkozott, és kiderül, hogy a daganatok okai azok nagyon is jól körbeírhatóak, meghatározhatók, nem ismeretlenek, nincsenek rossz indulatú folyamatok a szervezetünkbe, de az évek során jutott el oda, hogy végül öt biológiai természettörvényben összefoglalta nem csak az embernek, mint biológiai lénynek a működését,
hanem egy olyan természettörvényt talált fel, írt le, ami az állatokra is ugyanúgy vonatkozik, mint az emberekre, sőt a növényekre is. Ott tartunk tehát, hogy 1981. novemberében Hammer doktor bejelenti a rák vastörvényét, német és olasz televízióban szinkron, és elmondja, hogy minden, de minden olyan drámai, vagyis érzelmileg megérintett történetek, amelyek hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen zudulnak ránk, és egy nagyon súlyos történetről van szó, az elindít az agyunk közvetítésével egy szervi választ. Tehát minden lelki megrázkódtatás, érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével elindít egy szervi választ, ha, és most jövünk mi, ha nagyon magányosan, elszigetelten éljük át, és benne ragadunk a konfliktusba. Ha ez nem történik meg, vagyis lezárjuk a napjainkat békével, akkor azt jelenti, hogy nem lesz szervi válasz, nem lesz hosszú távú következménye, krónikus betegség belőle. Annyi lenne a feladatunk, hogy betartsuk azt a régi jó tanácsot, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. Mert mindig lesznek az életünkben hirtelen, váratlan, fellépő, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatások, de ezek az érzelmi megrázkódtatások csak akkor fognak szervi válaszig eljutni az agyunk közvetítésével, ha benne ragadunk a konfliktusban. Ez egy nagyon lényeges kérdés. És azt is leírja Hammer doktor, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sínek, vagyis azok a körülmények rögzülnek, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak. És ezek a körülmények aztán már konfliktus nélkül képesek ezeket az értelmes biológiai különprogramokat újraindítani. Ezért lesznek olyan történetek, hogy hát semmi bajom nem volt, tiszta nyugodt voltam, és kiugrott a vérnyomásom, és egyéb ilyen történetek. Azért, mert nem lett lezárva érzelmileg egy-egy ilyen, mondjam úgy idézőjelbe, hogy túlélő program. Hiszen a biológiában minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, amit azt a továbbiakban majd látni fogjuk. A sineknek nagyon fontos szerepük van a túlélésben, hiszen a vadállatok a sineknek köszönhetik azt, hogy még egyszer oda nem mennek, vagy kikerülik azokat a körülményeket, amelyek emlékeztetik őket egy életveszélyes helyzetre. Tehát nem a bosszantásunkra alakulnak ki ezek a körülmények, hanem minden a túlélést célozza meg a mi életünkben biológiai szinten. Nos, a DHS, tehát Dirk-Hammer-szindróma annyit jelent, hogy ez az öt kritérium, ha jelen van, akkor elindul az értelmes biológiai program. Természetes, hogy Dirk-Hammerről, a 19 éves fiáról nevezte el Hammer doktor ezeket az ismérveket és körülményeket. Az is egy nagyon lényeges dolog, hogy minden, de minden a saját megélésünknek az eredménye. Sosem az a fontos, hogy mi történt, hanem hogy ki hogyan reagált rá. Tehát nem egy tudatos döntésről van szó, hanem egy bennünk levő reakcióról, egy olyan történetről, amit csak mi tudunk elmondani, és ezért van az, hogy a weblapnak a fő gondolata, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen csak ő tudja elmondani a megélését, illetve a megélés következtében kialakult biológiai válaszokat Hammer doktor a tudományos táblázatában összefoglalta, és ez nem ezotéria, ez kőkemény tudomány, és a továbbiakban rá fogunk jönni, hogy ez valóban így van. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor föltárja, hogy minden ilyen EBK, értelmes biológiai különprogram két fázisban zajlik le, ha eljutunk a megoldás végéhez, a program végéhez. Itt az első függőleges vonalon láthatjuk a DHS bejegyzést, vagyis ez az első biológiai természettörvénynek a megvalósulása, benne ragadtunk a konfliktusban,
És a kérdés, hogy mennyi ideig maradunk benne. A vízszintes vonal, amin most kattogok, ez éppenséggel az időtengely. A kék szín pedig arra utal, hogy ilyenkor a szimpatikus idegrendszer túlsúlyának következtében ugye emelkedik a vérnyomásunk, a pulzusszámunk, a légzésszámunk, az ereg szűkülete miatt hideg a kezünk, hideg a lábunk, és a kék szín arra utal, hogy ezek a hideg tünetek. Persze még egyéb dolgok is történnek, programunként más és más, de ha hosszú ideig benne maradunk ebben a konfliktusban, akkor a stressz hormonoknak a mennyisége is felszaporodik a szervezetünkben. Tehát csak mi tőlünk függ az, hogy meddig fogunk egy konfliktusban benne maradni, mikor oldjuk fel ezt érzelmileg, mert ha érzelmileg történik a KM, vagyis a konfliktus megoldása, akkor eltűnnek a sinek. És ez egy nagyon lényeges kérdés, ha nem történik meg érzelmileg, csak éppenséggel elindítjuk a 6., 8. vagy 12. programunkat, akkor egy adott program áttér a megoldási fázisba, a második részébe, és jönnek a gyulladásos tünetek. Itt a piros szín már is a gyulladásos tünetekre vonatkozik, vagyis hát a gyulladt terület, ugye azt tudjuk, hogy piros, hogyha a felszínen van, tudjuk, hogy duzzadt, tudjuk, hogy fájdalmas, tudjuk, hogy meleg, és tudjuk, hogy hát a működésében hát visszafogott lesz az adott szerv vagy szövet. A lélek agyszer szintén zajlik minden, tehát nem csak szervi szinten lesz duzzanat, vagyis vízgyülem, hanem az agyi központban is megindul a vízgyülem, ami fejfájást okoz természetesen, és amikor ugye elkezdődik a gyógyulás, mi akkor futunk az orvosi rendelőbe, mert ugye betegnek érezzük magunkat. Nem vagyunk tisztában vele, hogy a fájdalom az az esetek 90-95%-ában már a gyógyulási szakaszra utalnak. A fájdalom megjelenéséről és megoldásáról egy külön webkonferenciában foglalkozok, akit érdekel, utána néz. De nem ülünk végig a gyulladásos folyamatban, ha a programot engedjük továbbfutni, megérkezünk az epileptoid krízisbe, ebbe a felfele mutató nyíllal jelzett szakaszba, aminek a lényege az, hogy ez alatt a szakasz alatt kipréselődik a víz az agyireléből, tehát ez kell ahhoz, hogy az agyirelé rendbe jöjjön, kell az, ez az újabb szimpatikus idegrendszer túlsúly ahhoz, hogy ne essünk bele a legmélyebb vagotóniába, mert ugye, ha ide leesünk középen alóra, akkor ott megállna a szívünk. Tehát mindenképpen ez is a túlélésünkről szól. Itt vannak ugyan a legzajosabb tüneteink, de ne feledjük, hogy csak tőlünk függ ez is, vagyis attól, hogy mennyit ülünk bent, magányosan, elhagyatott árvabogárként egy-egy érzelmi konfliktusban. Az epileptoid krízisben tehát kipréselődik a víz, az ödéma, az agyi területről, de kipréselődik szervi szinten is, tehát itt több vizeletet fogunk üríteni, mint amennyit megittunk, és jön egy újabb melegfázis, a hegesedési fázis, aminek az értelme az, hogy lezáródik a biológiai program, igaz, hogy extrém fáradtságot érzünk, de ez se ellenünk, hanem értünk van pont azért, hogy maradjunk veszteg, maradjunk nyugton, és várjuk meg, hogy a biológiánk évmilliós tapasztalatával befejezze a gyógyulási folyamatot. Ha össze akarnám foglalni ezt másféleképpen, akkor azt is elmondhatnám, hogy a konfliktus aktív szakaszban, amíg mi érzelmileg nem tudunk egyenesbe jönni, amíg nem találjuk a megoldást érzelmi szinten, addig már a biológiánk ad egy biológiai segítséget, és az, hogy milyen segítséget ad a biológiánk, ezt már a harmadik természettörvény írja le. De tudnunk kell azt, hogy tőlünk függ a programnak a kifutása. Mert ugye, hogyha nem oldjuk fel a konfliktust, akkor azt jelenti, hogy egy folyamatosan fel nem oldott konfliktus, ez a biológiánk teljes kimerüléséhez fog vezetni.
Ha viszont nem tudatosan oldjuk fel a konfliktust, vagyis a konfliktus megoldása, a konfliktolízis, az nem érzelmileg történt meg, akkor a sinek gondoskodnak arról, hogy újra, meg újra, meg újra elindítsuk ezt a programot. Ezeket fogjuk recidiváknak nevezni. Ez lesz az, amikor egy bizonyos program mondjuk ősszel és tavasszal ismétlődik. És van olyan lehetőségünk is, hogy meg se engedjük a gyógyulási folyamatnak a végbe menetelét, mert amint benne vagyunk a gyógyulási folyamatban, amit látjuk, nagyon gyakran rövid ideig sínre kerülünk, ezek itten, ezek a kék szakaszok rövid konfliktus aktivitást jelentenek, és a gyógyulási szakasz emiatt nem tud kifutni, amint látjuk, ez a piros ív nem jön fel, nem megy fel epileptoid krízisbe, meg megint vissza. Erre a dologra az állandósult fájdalom jellemző, hogy előre mondjak egy példát, mondjuk, amikor valakinek hosszú ideig tartó, hát orbánca van, az pontosan erről szól. Nos, ha tovább lépünk a Hammer doktor kutatásaiban, eljutunk a harmadik törvényhez, hisz mondtam, hogy nem véletlenszerű, hogy mi történik a konfliktus aktív és megoldási szakaszban, az, hogy erre Hammer doktor megkapja a tudományos választ, visszament az embriológiához, a csíralemezekhez, és felfedezte a csíralemezek és az agy közötti összefüggést. Mint ahogy minden elültetett magból kinő a növénynek gyökere, szára, levele, úgy a mi testünk is a megtermékenyített petesejtből fog kialakulni, és ez a 8.-10. napon ez a megtermékenyített petesejt már szeder csíra állapotba kerül a folyamatos sejtosztódás következtébe, mindenki el tud képzelni ugye egy málnát vagy egy szedret, és ez a rengeteg sejt, mielőtt beágyazódás megtörténne az anyaméh nyálkahártyájába, átrendeződik három csíra lemezzé, amit itt keresztmetszeti képen sárga, narancs és piros színekkel ábrázolt Hammer doktor. Nos, ez a rajz, ez pontosan rámutat minden orvos kollégának arra, hogy igenis tudományos alapokon ül a germán gyógytudomány, hiszen embriológiából mindannyian vizsgáztunk, és ahhoz, hogy orvosi diplomát kapjunk, ahhoz ezen a vizsgán is át kellett menni, rögtön még az egyetemi évek elején. Tehát a sárga színnel jelzett belső csíralemez vagy endoderma az agytörzs irányítása alatt áll, mármint azok a sejtek, amik a belső csíralemezből alakulnak ki. Ezeknek a sejteknek az a feladata, hogy a túléléshez szükséges dolgokat biztosítsák számunkra. Ez minden egyes esetben így történik, tehát ugyanabból a csíralemezből csak ugyanolyan sejtek keletkezhetnek? Hát ez nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon megnyugtató kérdés és válasz, hogy igen, vagyis az a sejtem, ami kialakult a belső csíralemezből, például egy prostata sejt, az soha nem fog tudni átalakulni egy kialakult emberi szervezetben mondjuk csontsejté, vagy tüdősejté, vagy egyébbé. Tehát a sejtek megőrzik egy életen át a feladatukat, nem költöznek, nem alakulnak át, nem bujkálnak el, ezek a sejteknek megvan a feladata, hiszen tudjuk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Egy kérdés, igen? Tehát, hogy ha mondjuk van egy primér daganat, igen, valahol, igen, ami aztán azt mondják, hogy valahol szétterült el keringéssel, mit tudom én hogyan, én nagyon laikus vagyok, úgyhogy bocsánat, hogy egy ilyen buta kérdéseket teszek fel, nem vagyok orvos. De azt mondják, hogy az egyik helyről egy ráksejt átvándorol a másikba, és ott is elkezdi a pusztító munkáját. Akkor ez most hogy van? Ez teljesen biológiai képtelenség. Ha maradjunk az előző esetnél, ha itt van egy prostata sejt, ami konfliktus aktív szakaszban szaporodni fog, ugye? Prostata adenomát fog létrehozni első lépésben. Tehát ő először növekedik, szaporodik, majd a megoldásban lebomlik.
Hogy alakulhat át egy csontsejtély, mondjuk, hogy áttétet képez a derekamba, ugye ezt mondják, amikor is a csontsejtekben meg a folyamat fordított. Ott először sorvadnak a sejtek, és a megoldásban fognak visszaépülni. Mondom, ez biológiai képtelenség. Már is előre bocsátom, hogy minden félelmünkkel elindítunk egy külön programot. És egy daganatos betegnek nem csak egy félelme van, bemegy egy félelemmel a rendelőbe, és kijön másik öt félelemmel, és mind az öt félelmére elindít egy újabb biológiai programot, és az egyikben ez történik, a másikban az történik, de hát mivel minden a rákkal, mondjam azt, hogy úgy néz ki, hogy a rákkal kapcsolatosan alakult ki, ezért berakjuk őket egy közös szemetes kukába, és azt mondjuk, hogy ez mind a rák következménye. Nem a ráknak a következménye, minden, amit betegségnek nevezünk, az a félelmeinknek a fel nem oldásából alakul ki. Na most a túléléshez ugye szükségünk van vízre, levegőre és táplálékra, márpedig a víz megkapását, ugye a víz falatot, a levegőfalatot és a táplálékfalatot az agytörzs irányításával fogják a hozzá kötődő sejtek megszerezni. Nyilván a vese, a tüdő és a tápcsatorna vesz részt a falatok megszerzésében, ezért ábrázolta a Hammer doktor egyértelműen itt a tápcsatornát sárga színnel. Még a fény és hangfalat megszerzése is ide tartozik, és az is ősi, a legősibb agy az agytörzsnek az irányítása alatt áll. Látjuk a narancssárga középső csiralemezből származó sejtjeinket, már két idegi központ is irányítja, a mezoderma vagy középső csiralemez, tehát áll egy ősi részből, ugye ez az ősi mezoderma, vagy archaikus mezoderma és az új mezoderma sejtjeiből. Tehát itt úgy néz ki, hogy két idegi központ van, akkor azt jelenti, hogy más-más konfliktusok fognak becsapódni a két külön helyre. A mai napnak a témája pontosan a kisagy által vezérelt programok. Itt látjuk a kisagyat a narancssárga mezőben ábrázolva, és ezt már szerintem a rendes, már úgy értem, hogy a rendszeres hallgatók már tudják, hogy a támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusok a kisagy irányítása alatt állnak. Természetes itt is először sejt szaporítással indul a program, majd a megoldási szakaszban jön a feleslegessé vált sejteknek a lebontása. A folyamatoknak az erőssége az mindig attól függ, hogy mennyit csücsülünk a konfliktus aktív fázisban, vagyis csak tőlünk függ. A fölötte levő idegi központ, a fehér állomány olyan idegi magvakat, hámeri gócokat tartalmaz, amelyekbe az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink csapódnak be. És ugye magyarul egyértelmű, hogy önleértékelés az önpusztítást jelent, és nem is történik más, mint ahogy említettem, hogy itt először bontjuk a sejteket, majd a megoldásban visszaépítjük, természetesen fájdalmak, gyulladások közepette, és az önleértékelési konfliktus mindig a mozgással kapcsolatos szöveteinkre hat, vagyis a csontokra, izületekre, izmokra, izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokér, és a zsírszövet, kötőszövet az, ami mindig először sorvad, majd megoldásban visszaépül. A zsírszövet nem fájdalommal épül vissza, ennek sokan nem örülnek. De ennek is megvan a biológiai értelme. Erről beszéltem többek között az önleértékelési konfliktusok taglalásáról szóló webkonferencia anyagban. A harmadik csiralemez, ugye az ektoderma külső csiralemez, és a külső csiralemezből származó sejtjeinket, amit látjuk, az agykéreg irányítja. Beszéltünk már ugye birtokkonfliktusokról, elválasztási konfliktusokról, itt a piros baba az elválasztási konfliktusokat szemlélteti, valamint az agykéregből indulnak ki az akaratlagos mozgások, és ide érkezik minden félelmünk, ami a jövőből érkezik, vagy ami a múltunkból érkezik.
egyértelmű, hogy a látóközpontba, ide hátra, a nyakszirti lebegybe, a múltból érkező központok jönnek és vakítanak el minket. A frontális félelem, vagyis a jövőből érkező félelmeink, konfliktusaink, azok a homloklebenybe fognak becsapódni. És természetes az érzékszervek által szállított információt is az agykérgünk fogja érzetté alakítani, és ne feledjük, hogy az agykérgek nem csak a sejtek sorvasztásával, majd visszaépítésével segít nekünk, tud olyat is csinálni, hogy a sejtek működésére hat. Az adott sejtek működését fékezi, gátolja konfliktus aktív szakaszban, majd a megoldási szakaszban ez a fék feloldódik, és a működés helyreállítódik, lásd cukorbetegség, bénulások és egyéb ide tartozó részek. Nos, akkor nézzük tovább, hogy megvan a tudományos alapja tehát annak, hogy a szervezetünkben mi történik akkor, amikor nem oldunk fel egy konfliktust, kapunk egy biológiai választ, ami vagy a sejteknek a szaporításáról, vagy a sejtek sorvasztásáról, vagy a működés módosításáról szól konfliktus aktív szakaszban, és természetes, hogy a megoldási szakaszban ennek a pont a fordítottja fog megtörténni. Én azt hiszem, hogy ehhez senkinek nem kell semmilyen egyetemet elvégeznie, ez egyszerű, logikus és érthető rend. A biológiában kérem szépen rend van, nem demokrácia, hanem rend van, és nincs rossz indulat, meg jó indulat, itt csak értelmes dolgok történnek. És hogy nehogy elszomorkodjunk, hogy ezt egyedül kell megoldjuk, amit mi tudatlanul elindítottunk a szervezetünkben, igenis vannak segítőink, mégpedig ugye a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, ahogy ezt itt Hámer doktor ábrázolja, és ugye kapok levelet, hogy ha nincs fertőzés, akkor mi van a gyermekágyi lázzal. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy a bennünk élő mikroorganizmusokról beszélek, és nem azokról, amelyeket a külvilágból nyitott sebekbe mondjuk piszkos kézzel be lehet juttatni, avagy egy nem megfelelő beavatkozással mondjuk eseri ki a kóli, jut az agygerincvelői folyadékba, annak ott semmi, de semmi keresni valója nincs. Magától képtelen az eseri ki a kóli oda bebújni. De hát ezek olyan részletkérdések, amik én gondolom, hogy a laikus közönséget különösebben nem érdekli, a kollégáknak pedig szívesen elmondom, ha érdekli őket, ha egyszer egy ilyen felkérés érkezik. A negyedik biológiai természettörvényben, tehát megnyugodhatunk, hogy nem vagyunk egyedül, vannak segítőink, és ezek csíralemezhez kötötten indulnak szaporodásnak konfliktus aktív szakaszban, és a megoldási szakaszban pedig elvégzik a dolgukat, majd agyi parancsra eltűnnek. Na most, ha nem tűnnek el, akkor azt jelenti, hogy a program nincs befejezve, és ebből adódik az mondjuk, hogy vírushepatitisze lesz valakinek, vagy éppenséggel kimutatható humán papilloma vírusa, de nem a vírus a hibás egy program elindításában. Mi vagyunk a hibások, hogy nem zárjuk le érzelmileg a dolgainkat. Az ötödik természettörvény pedig rámutat mindennek a lényegére, és ezt el is hinnénk, ha komolyan vennénk, hogy az élet él és élni akar, hogyha kinéznénk az ablakon és megfigyelnénk, hogy minden élőlénynek az alapprogramja a túlélés és a faj fenntartása, akkor gyakorlatilag, ha megnyugodnánk, meg is gyógyulnánk. Ezért mondom, hogy ha hagynánk, hogy meggyógyuljunk, akkor megtörténne a csoda, de ehhez tudnunk kell azt, hogy minden értünk van, hogy már a DHS pillanatában már elindult a biológiánk, már segít nekünk a sejtek szaporodásával, lebontásával, vagy a működés gátlásával. Tehát semmi nem értelmetlenül történik. Minden az embriológia alapelvein ül, nincsenek összekeveredések, nincsenek csokorba kötött szindrómák. Minden egyes tünetünknek egy oka van,
két szakaszban zajlik, három csiralemez szerint történik a sejtekkel a biológián túlélő programja, és négyféle hát mikroorganizmus segít minket, gombák, baktériumok, vírusok, és a gombák és baktériumok között a gomba baktériumok, vagy TBC baktériumok. Tehát ha valaki ennyit tud az egész germán gyógytudományból, és megnyugszik, természetesen megkeresi a konfliktusát, érzelmileg feloldja, akkor akármilyen tünetek is következnek, tudhatja, hogy minden ő érte történik, és nem ellene. Ismét behoztam a tudományos táblázatát Hammer doktornak, ami pontosan rámutat arra a logikai rendszerre, amit Hammer doktor a csiralemezek alapján felépített, és nem szervrendszerekre van leszedve, vagy szervrendszerek szerint összefoglalva mindaz, ami itt van, hiszen egy orvosnak tudnia kell, például, hogy a vesében mindhárom csiralemezből vannak sejtek, és ha tudom, hogy azok hogyan működnek, és mi a konfliktus, ami hozzájuk tartozik, akkor természetesen megfejtem az egészet. Ezt a tudományos táblázatot, hozzátartozó könyvet Hammer doktor távirati stílusban írta meg terminus technikusokkal megküzdelve, tehát orvosoknak írta a szakkifejezésekkel. A laikus ember nagyon el tud benne tévedni, és pontosan azért tartjuk ezeket a webkonferenciákat, hogy részletesebb magyarázatot tudjunk adni mindenkinek, hogy megértse, hogy a biológiánk nem ellenünk, hanem értünk, dolgozik mindig. Itt látjuk tehát a kisagyi programok, ugye támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusok kerülnek a mai nap gorcső alá. De a támadás az ugye vélt vagy valós támadást jelent. És mik ezek a vélt támadások? A valós támadás, hogy bevertem a fejem, vagy megvertek az utcasarkon, és erre lesz egy biológiai válasz, ez természetes. De mi van akkor, amikor vélt támadásról beszélünk? Azt gondolom, hogy az esetek többségében inkább vélt támadások szoktak előfordulni, mint konkrét fizikai megnyilvánulások. A DHS lehet ugye valóság, álom, illúzió elvű, lehet szimbolikus, lehet jelképes, vagy elképzelt minőség. Hogy ki mit él meg támadásnak? Mert ez egy nagyon jó kérdés, van, aki bármit. Vannak olyan helyzetek, amikor a támadás az nem egy valós történet, hanem valakit hirtelen olyan helyzetbe hoznak, hogy nem tudja, hogy mi az, amit mondania kell, nem tudja, hogy hogyan tud erre a helyzetre úgy reagálni, hogy ezzel békét teremtsen. Szóval itt a támadások azok többfélék lehetnek, lehet csak egy fenyegetés, lehet egy mondat az, ami bennünket így érint meg. Gondoljunk csak például a gyövön aluli támadását, az sem egy konkrét esemény, hanem egy mondat, egy szó, egy bármi, ami így élhet bennünket. Vannak azok a helyzetek, amikor túl érzékenyen reagálunk bizonyos helyzetekre, de akár a testemet érheti támadás akkor is, hogyha be van ígérve mondjuk egy műtét, egy olyan beavatkozás, ami a testi épségemet, a testi épségemet fenyegeti, vagy ennek a rendjét, ennek az integritását próbálja megbontani. Én azt gondolom, hogy ki mit él meg támadásként, az teljesen szubjektív, ugyan biztosan hallottunk, vagy ismerünk olyan embereket, aki még a televízióval is tud veszekedni, igen, mert mindenben ott látja a támadást, hogy biztos azért mondják, hogy nyilván ehhez a helyzethez rengeteg dolog hozzájárul, mint neveltetés, kulturális hozzáállás, hogy mit akarok felfedezni, de alapjában véve két dologra kellene figyelni, hogy az eltérésekre fókuszálunk, tehát a különbségekre fókuszál a figyelem, vagy a hasonlóságokra. A különbségekre fókuszálunk, akkor mindenben megtaláljuk a sarkot, az élt, a cinizmust, a kritikát,
az oda nem illő mondatokat, azokat a helyzeteket sem tudjuk jó néven venni, amikor például nagyobb társaságban egy beszélgetés kialakul, és hirtelen elhallgatnak, biztos rólam beszélnek. Ez is egy személyem ellenszóló támadás, de ha nem ez, akkor legyen ez egy bemocskoltsági állapot, ugye itt a szégyenérzet, azok a hiedelmek, hogy ki mit gondol rólunk, ez például ide tartozik, és hát valljuk be, hogy mindannyiunkat többé-kevésbé sok ember veszi körül, gondolom csak egy munkahelyi közösségre. Hány ilyen pletyka, rosszindulatú beszólás, vagy félre sikerült vicc is elég ahhoz, igen, hogy valaki kellemetlen helyzetbe kerüljön. Általában ezek a munkahelyi ugratások is tartalmaznak némi cinizmus, némi kritikát, és ez a szenny, ez a mocsok, ez a piszok, ez a bemocskoltsági állapot, ez megjelenhet ilyen esetekben is, de akár olyan anyagok, tárgyak, emberekkel való érintkezésnél is megélhetjük ugyanezt, hogyha ez számunkra annyira nem kívánatos és annyira kerülendő. Nyilván itt a bemocskoltság állapota az nem a konkrét fizikai szennyeződésekre vonatkozik csak és csupán, bár hallunk mindenféle reklámban olyan, hogy ilyen-olyan tisztítószerrel és antibakteriális és húha, és hogy mennyi olyan dologgal találkozik a bőrünk, a testünk, amivel nem kellene. És nagyon érdekes, hogy mennyire komolyan tudjuk ezeket venni. Természetesen mindenkit arra buzdítok, hogy a személyes higiénés állapotját tartsa fenn. Én azokra a kóros helyzetekre célzok, amikor valaki több százszor kezet mos egy nap, mert azt gondolja, hogy így megvédheti az egészségét. De ha már a foltról, a szennyeződésről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy beszélni kell ennek az átvitt értelmében történő esetekre is, mint például folt esett a becsületemen. Igen. És mennyire fontos nekünk az, hogy a becsületünk, a vedhetetlenségünk, a makulátlan tisztaságunkat megőrizzük. És ezek azok az esetek, amikor itt ezek az események foltot ejtenek. Kérdés az, hogy ez a szégyen, ez a bemocskoltság, ez a mocsok, fertő, ki hogy szereti ezt megfogalmazni, gyakran még a fogalmazásunkban is benne van. Benne vannak ezek a szavak, ahogyan valamiről beszélünk. Szóval, hogy ezek milyen helyre, milyen testi tájékra asszociáljuk, hiszen kevesen gondolunk a becsületünk kapcsán mondjuk a lábujjunkra. Így van. Azt gondolom, hogy itt nagyon fontos az, hogy hol ért ez a támadás is akár, hol ért ez a bemocskoltsági állapot is, és oda asszociálunk, és én azt hiszem, hogy itt ennek az erőssége az a biológiai tünetekben is megmutatkozik, de remélem erre egy picit majd. Így van, hát Hammer doktor ebben a táblázatban gyönyörűen kifejti, hogy adott érzések az agy közvetítésével milyen szervi elváltozásokat indítanak el. És igen, a vélt és valós támadás az ugyanazt fogja elindítani, még ha úgy élek meg valamit, hogy na, ez fejbe vert engem, ez a történet, vagy fejen talált. Igen, akkor, fejen találtad a szöget. Igen, akkor a fejünk írhájának a megvastagodása fog beindulni, és amikor megoldódik a konfliktus, akkor úgynevezett kásadaganatként gennyesen szépen elbomlik, és hát hegesedéssel meggyógyulunk, vagy valaki valamit a szívére vesz, ugye, mert a jó szándék, hogy szívvel, lélekkel csinál dolgokat, és támadás éri mindazért, amit ő szívvel, lélekkel megtett, nyilvánvaló a szívünkre, illetve a szív burokra fog hatni,
ez a program. Egyértelmű, és természetesen akár megtámadnak, akár bemocskolnak, a számunkra egy kellemetlen, kényelmetlen helyzetet tartogat, és ezekben a pillanatokban kap el bennünket a szorongás és aggódás állapota, úgyhogy talán ezt nem is lehetne így szétválasztani, vagy csak talán didaktikailag célszerűen szétválasztani, hiszen aggódom azért, hogy hogyan tudom visszaszerezni a becsületem, a tiszteletem, az emberek elismerését. Aggódom azért, hogy hogyan tudom felvenni a harcot azzal a szemben, aki engem megtámadott. Tehát, hogy ezért ezek nagyon közeli élmények, érzések, és azt hiszem, hogy ezek nem véletlenül vannak egy csíra lemezen. Így van, és ha megnézzük ezeket az idegi központokat, akkor látni fogjuk, hogy ezek tényleg szomszédosak, közel vannak egymáshoz. Ehhez a koponya CT az agyalapon kell megtörténjen, és hogyha ezt a képet itten megfordítjuk, akkor láthatjuk itt a narancssárga mezőben azokat a köröket, amelyeket rögtön ki fogok nagyítani. Amit sárga színnel van jelölve, az már szóba került ugye a falat konfliktusok során. Ne feledjük, hogy a kezesség kérdése, hogy ki jobbkezes és ki balkezes, az innen indul már a kisagyi programoktól. Itt látjuk a kisagy és szervek közti összefüggéseket, és minden említett konfliktusnak és hozzátartozó szervnek természetesen megvan az agyi képviselete. Két oldal célen látjuk a két emlőnek a szép jelentős agyi reléjét, és azt is láthatjuk, hogy ez a két relé az írhának a reléjének a végén domborodik ki, tehát az emlő mirigyek, ugye tudjuk, hogy módosult verejték mirigyek, az írhához tartoznak természetesen, de csak is az emlősöknél van olyan, hogy gondozási konfliktus, a hüllők nem szoktak aggódni a kölykeikért, leteszik a tojásokat, a nap majd kikelti, és teljesen sorsukra vannak bízva mondjuk a kis kétértőek. Amikor már az emlősökről beszélünk, akkor itt az aggódás, a gondozási konfliktus abban merül ki, hogy táplálom a gyermekem, és ugye ez az emlő mirigy irányítása, ez a két rész. Na most, hogyha én aggódom, de sokáig és intenzíven egy szeretett élőlény sorsa felől, akkor úgy tudom megoldani ezt az aggódást biológiai szinten, hogy hát akkor táplálni kell, és akkor megmarad, és ezért indul be a túlzásba vitt aggódás miatt az emlőmirigy, tejtermelő mirigynek a túlszaporodása emlődaganat képébe. Látjuk még itt belül a mellhártya és a hashártyának a két reléjét jobb oldalon és bal oldalon. Nincsen köztük elválasztás, mert ugye a rekeszizom az később jelent meg, az idegi központ az maradt ugyanaz mindkét hártya részére, tehát mellhártya, hashártya relé ugyanitt van. És itten teljesen középen látjuk a külön a baloldali és a jobboldali szívburoknak a reléjét. Ezekről lesz szó akkor a mai este, és hát nyilván azokról a konfliktusokról, megélésekről, amelyek képesek itt elindítani valamit, valamilyen változást. Na most ez a szép narancssárga kép ugye a valóságban ilyen egyszerű szürke képként jelenik meg. Láthatjuk, itt van az egyik emlőmirigy, másik emlőmirigy reléje. Itt egy teljesen normális agyi CT-t látunk, tehát ne várja senki se, hogy valahol itt egy konfliktus aktív, vagy egy megoldási szakaszban levő relét lásson, hiszen ez egy, mondjam, az egy nyugalmi rendszerben készült koponya CT, tehát egy negatív kép. Ugye a petefészek és here reléje az nem a kisagyhoz tartozik, hanem az már az agytörzshöz tartozik, de falat konfliktusoknál ezt is tisztáztuk. A bőrnek a hámeri ábrázolását láthatjuk ezen a képen, és ugye az elválasztási konfliktusok során
január 15-én, ezzel a piros rétegről volt szó, ahol mihez a felhám tartozik, az alapréteg, amiben a pigmentsejtek vannak, illetve a szőrszál, az mind ektodermális elválasztási konfliktus, külső csiralemez, piros szín. Amit alatta látunk narancssárga színben és világossárga satírokkal, na az, ami az írhához tartozik, és láthatjuk benne a járulékos szerveket is, a verejtékmirigyet, külön a fagyúmirigyet, ami ugye a szőrtűszőhöz is kapcsolódik, és természetesen magát az írha vagy korium szövetét, amiben ugye a sejtszaporulat különböző elnevezést fog kapni a medicinában, annak függvényében, hogy milyen tüneteket okoz az egész történet. Ugye a bemocskoltság az, ami az övsömör programját indítja el, és itt mindig egy olyan konfliktusról van szó, amit bemocskolva, eltorzítva érezzük magunkat, és hát a Hammer doktor példája, hogy az anyja megtudja, hogy a lánya leszbikus, és ezek után, amikor a lánya átöleli, bemocskolva érzi magát. Természetesen, hogy ez egyetlen ilyen példa, de rengeteg megélés vezet, rengeteg történet vezet minket egy ilyen megéléshez, és ha valaki ebből az egy példából azt mondja, hogy ez úgy hülyeség, ahogy van, ez azt jelenti, hogy még nem foglalkozott vele eleget, hiszen rengeteg élethelyzet van, amiben mi ezt a bemocskoltság érzését magunkénak tudhatjuk. Természetesen, hogy konfliktus aktív szakaszban jön az írhának a felszaporodása, írha szövetének felszaporodása, majd a lebontás az fájdalommal történik természetesen, és az ösömör az ilyen gennyes, bűzös sebváladékkal gyógyul. A fájdalomért az is felelős, hogy ilyenkor a felhámnak, ugye az írha fölött ott van a felhám, benne az érző, a fájdalomérző receptorok, azok szabad ideg végződések, és hát ezek a szabad ideg végződések nem nagyon élvezik a genyben való úszkálást, amikor is gyógyulási fázisba kerül ez a történet. Nos, van még itten olyan is, hogy verejtékmirigy és fagyúmirigy konfliktus, és mind a kettőben ugye először magának a mirigynek a túlszaporodása indul be, hogy megoldjuk a gondot, és a elbontás az mindig bűzös történet lesz, tehát ha azt érezem, hogy a bőröm nagyon száraz, akkor a verejtékmirigyeknek a túlszaporodása beindulhat. Itt ne tévesszük össze mondjuk a hónajmirigy, a hónajnak ugye a verejtékmirigyeinek a begyulladását azáltal, hogy ilyen stiftekkel dezodorálunk és elzárjuk a verejtékmirigy kijáratát. Ezért tehát ez egy mechanikus oka annak, hogy aztán másodlagosan begyullad a verejtékmirigy, hidradenitis néven fogják ezt nevezni. A különböző, a fagyumirigyeknek a begyulladása természetes, hogy mindig megoldási szakaszban történik meg, amikor már a megnövekedett fagyumirigyet gyulladásos folyamatok között lebontjuk, mert ez lesz az acne vulgaris, és mindig az a probléma itt, hogy egy bemocskoltsági konfliktust élünk meg, és hogyha itt az arcon jelenik meg, ennek az az egyetlen problémája, hogy maga a gyógyulási folyamat okoz egy olyan megélést, hogy te jó Isten, hogy nézek ki így, bemocskoltságként, és ez támadásként, és akkor ez fenntartja ennek az egész biológiai programnak a létezését. Egyre több fagyúmirigy alakul ki, amit szeboreás dermatitisnek nevez a mai medicina. Itt egészen lekicsinyítve a bőrnek egy másfajta
ábrázolását próbáltam beszorítani, hogy lássuk, hogy miről is van szó. Még egy kicsit részletezném azért a herpes kérdését, ugye, vagy zónazoszter, herpeszoszter, öpsömör, ki hogy szereti, hiszen látjuk, hogy mindig ilyen gennyes, hólyagos tünetek jelennek meg, és akkor vagyunk hatalmas bajban, mert ez ég, meg fáj, meg csíp, meg stb. Ne feledjük, ezek mindig itt vannak. A megoldási szakasz első részében, az exudatív fázisban, azért vannak benne hólyagok, és az epileptoid krízis után jön a hegesedés. De ide tartozik gyakorlatilag a lepra is, mert amikor a bemocskoltsági érzése egy nagyon durva félelem, és akkor visszatérnék a középkorra, amikor ugye a leprásoknak csengővel kellett járni, hogy el tudják kerülni az egészséges emberek, ezeket az úgynevezett tisztátalan embereket. Nos, milyen érdekes, hogy ezeknek az embereknek az ápolásáról gondoskodó, szeretettel teli, mondjam azt, hogy nővérek, vagy bárki, akik nem undorodtak, nem féltek a sebektől, és elmentek és bekötözték őket, érdekes módon ők nem kaptak el semmit. De az az ember, aki véletlenül hozzáért egy ilyen gennyes sebhez, és megijedt attól, hogy most ő elkapta, vagy ő is tisztátalan lett, ezáltal elindította azt a programot, amit természetesen már a biológiánk lepraként fog lereagálni, és azért nem gyógyulnak meg szerencsétlen leprások, mert maga a gyógyulási tünet az, ami fenntartja bennük a további tisztátalanság, bemocskoltság érzését, és függő gyógyulásba kerül ez az egész történet. Tehát maga az, ahogy gyógyul, okoz neki újabb bemocskolás élményt. Így van. Vagy és ki tudja, lehet, hogyha így üzlekedik, akkor a másokban keltett pánik okoz neki DHS-t? Persze, hát ugye az emberek félnek a kórságoktól, a betegségektől, és milyen érzés lehet egy amúgy is lelkileg megtiport embernek, aki, hát mondjam azt, hogy kellemetlen illatokat áraszt a gyógyuló sebe miatt, és akkor még ránéznek, és úgy néznek rám mondjuk, mint egy retkes rongyra, akkor ez újra beindítja nála ezt a programot, és értsük meg, hogy a biológiánknak meg kéne előlegezzük a bizalmat. Nagyon lényeges, ezért lényeges a germán gyógytudomány ismeret, hogy tudjam, hogy már pedig ez így fog gyógyulni. És hogyha megnyugszom, akkor a program végigfut. Ha meg újra megélem a konfliktust a gyógyulási tünetek miatt, hát akkor itt marad a függő gyógyulás és a nem gyógyuló sebek. Ez megint csak egy intő példa arra, hogy érdemes foglalkozni a történettel, és érdemes lenne ezeken elgondolkodni, mert csak is így gyógyulhatunk meg véglegesen. Vannak olyan bemocskoltság érzések, amelyek, hát, hogy is mondjam, hirtelen, váratlanul jönnek, és az ember nem egy területre, egy nagy területre, mint egy öleléskor az egész övszerűen ugye ma a testemre élem meg, hanem hát megélhetem én azt nagyon koncentráltan, zoomolva egy bizonyos testrészre, mert én arra gondolok például, hogy a hátam közepére sem hiányzik, hogy kiderüljön rólam ez a mocsok történet. Mindenkinek vannak titkai, vannak olyan dolgai, amire nem büszke. Gondolom ezzel nem csak én vagyok így. És senki sem szeretné, ha ez kiderülne. És amikor veszélybe kerül, amikor már, hogy is mondjam, szóbeszéd lesz arról, hogy de bizony az mit is csinált akkor, amikor, és megyünk vissza a múltba 10-20-30 éves történetekre, és ugye a biológián mindig a pillanatra reagál, és én most fogom megcsinálni a melanomás csomót. Na most itt kétfélét is látunk egy barnát, meg látunk egy elszíneződés nélküli csomót,
Hát ugye az elszíneződés nélküli második kép az az amelanotikus melanoma, vagyis olyan melanoma, ami nem melanoma, ugye nagyon logikus. A barna színben pedig azt látjuk, hogy hú, hát ez nagyon rossz indulatú, tessenek megijedni tőle, én nem tudok megijedni tőle. Ez csak annyiról szól ez a történet, hogy beindult az írhának a túlszaporodása, ami éppenséggel mondjuk egy szeplő alatt, vagy egy anyajegy alatt indult el, és ez kihat másodlagosan azokra a pigmentsejtekre is, és azok is szaporodásnak indulnak. Ezért lesz, hát mondjam, idézőjelben ilyen csúnya, de szándékosan mondom, ilyen csúnya, mert akkor már elcsúfítottnak érzem magam, és ez meg az egésznek a terjedését fogja beindítani. Hatalmas tudatlanság az, hogy ezt mélyen ki kell metszeni, a környéki nyirokcsomókat, azokat ki kell tépegetni, és még egyéb hát, tudománytalan kezelésnek alávetni. Itt egyszerűen elárulom, nekem is volt ilyen csomó a karomon, rájöttem, hogy mikor csináltam, mi történt, szépen magától elszáradt, lefonnyadt és leesett. Tehát nem kellene megijedni. Ha valakinek a karjának a külső részén van ez, akkor azt jelenti, hogy el szeretné magát távolítani, távol szeretné magát tartani egy ilyen mocsok történettől, és nyilván a karunknak, az alkarunknak a külső része lesz érintett. De ha igazságtalanságként élem én meg azt, hogy ilyen mocsok dolog történt velem, akkor nyilván, hogy a nyakamon fog megjelenni a melanómás csomó. Úgyhogy ha az embernek a füle mögött nem nagyon szoktak anyajegyek lenni, de ha valami olyan konfliktuson van, hogy bemocskolva érzem magam mindattól, amit a fülem mögött, a hátam mögött sutyorognak, akkor természetes, hogy a fülkagyló tövében hátul fog kialakulni egy írha szövet szaporulat, majd annak a lebontása hát egy kicsit gennyes és büdös hólyagot fog létrehozni, amit nemes egyszerűségül kinyomva elősegítjük a gyógyulását. Én azt hiszem, hogy a melanómát nem kellene ekkora félelemmel nem kéne a melanómára ekkora félelemmel tekintenünk, hiszen egy teljesen ártalmatlan dolog, de nem egy ember halt már bele abba, hogy folyamatosan félelembe tartották, és aztán mindenféle kezeléssel hozzá is segítették őket a frekvenciaváltáshoz. Itt láttunk egy orvosi szaklapból kivett, mondjam azt, hogy esett történetet, melanóma az arcon, 14 hónap alatt alakult ki, írta, ha nem tévedek, a Medical Online, vagy teljesen mindegy, valamelyik orvosi szaklap, amelyet én követek, egyszerre négyet. Láthatjuk, hogy az illető személyigazolványán még fehér bőre van ennek a tisztességben megőszült családapának, amúgy ez egy német személyigazolvány, nem egy szicíliai emberről van szó, és azt láthatjuk, hogy nem csak az írha szaporodása indult meg az egész fejre vonatkoztatva, hanem az írha fölött a pigment réteg szaporodása is. Hát persze ezt nem lehet megoldani úgy, hogy nemes egyszerűséggel lefejezzük a beteget, de addig sutyorogtak a fülébe, hogy ez halálos, hogy az illető tényleg bele is halt. De felhívnám a figyelmét mindenkinek arra, hogy nézzünk szembe ezzel az emberrel, milyen rettenetesen boldog ez az ember, ugye? Akkor el tudjuk képzelni azt, hogy egy tisztességben megőszült családapa egy olyan történetet élt meg, és nem tudott feldolgozni, ami bemocskolta a család becsületét, és hát ha ő a család feje, akkor nyilván, hogy az ő fejére vonatkoztatott bemocskoltsági konfliktus elindította ezt az ártalmatlan szövetszaporulatot, aminek annyi lett volna a megoldása, hogy azt a konfliktust tisztázni és érzelmileg megoldani. Igen, ez az érzelmileg megoldani kérdés az, ami engem foglalkoztat, hiszen ha
folyamatosan ugyanúgy élek meg dolgokat. Tehát mondjuk bemocskoltságnak érzem azt, ahogyan a kolléganőim rám néznek, amikor bemegyek. Biztos azért néznek rám, mert én csúnya vagyok, mert tudom, én korpás a hajam, elállóak a füleim, esetleg fogszabályzom, az nem feltétlenül esztétikus, és amúgy is milyen zsíros a bőröm. És ezekkel a mondatokkal, amiket így próbáltam felvázolni, ezekkel én folyamatosan támadom magam, és ahányszor tükörbenézek, elkezdek valamit javítgatni az arcomon, és azt gondolom, hogy nem csak kamasz emberekkel, kamasz fiatalokkal történik az meg, hogy a tükör előtt állandó piszkálgatásba megy át a történet. Tehát az, hogy, hogy folyamatosan próbáljuk az arcunk hibáit javítgatni, vagy valamit tenni az arcbőrünkkel, és azt gondolom, hogy rengeteg ilyen vegyszeres támadásnak is kitesszük a testünket. Hát igen. De vannak olyan támadások, amelyek nem fizikai szintűek, úgy látom, hogy már készültél is egy képpel. Milyen átvitt értelmi támadások lehetnek? Hát ez mekkora félelmet kellett megéljen ez a férfi ember, mert ugye férfi emberről van szó, mekkora félelmet, egyszerre támadás és bemocskoltsági konfliktust is, hogy ekkora szövet szaporulatot építsen, mint amit itt látunk. Nyilvánvaló, hogy amit itt alul látunk, az a bemocskoltság érzése miatt alakult ki. Bemocskolva érezte magát, amiatt a fenyegetettség miatt, amire még megnövesztette a jobboldali, partneroldali írhának a vastagságát, de nem is akárhogyan. Tehát a legtöbb konfliktusunkat ugye párkapcsolatban éljük meg, vagy mondjam azt, hogy a legintenzívebb konfliktusokat, mert talán egy főnöknek, egy szomszédnak, egy anyusnak a beszólását nem éljük meg oly erősen, mint egy párkapcsolatban a beszólásokat. És hát a szomorú az, hogy ez a konfliktus nem lett feloldva. És egyszerűen, ha támadástól félek, akkor mint egy római katona építettem magamnak, látható mindkét képen, egy védőpajzsot. És ez a valami, ez saját fénykép, én fényképeztem, ez kemény volt, mint az asztal. Tehát ez nem emlődaganat, volt akadémikus orvosnál is a páciens, természetes nem emlődaganat, de nem tudták megmondani, hogy mi, mert ilyet nem láttak még. A germán gyógytudomány mindig alapot ad a megértésre, mindig meg tudjuk keresni a betegségek valós okát. És akkor még egy gyakori történet, ugye a körömgomba. Ó, nagyon témánál vagyunk. Mert ugye már is feltevődik a kérdés, hogy oké, hát a köröm az ektodermális külső csiralemezből van, tehát az hogyan gombásodhat? Ugye milyen logikus a kérdés? A körömgombát Hammer doktor a tudományos táblázatban nem taglalja, épp úgy, mint ahogy nem taglalja az egyéb olyan korképeket, amelyek két-három félelem együttes hatásaként hoznak létre szervi elváltozást. Mert itt is erről van szó, látunk egy ektodermális és mezodermális programot egyszerre. Mi ez? Arról van szó, hogy a köröm az elválasztási konfliktusra fog sorvadni és visszaépülni. Nyilvánvaló, hogy a kisagy irányítású írha az, ami viszont lebontáskor hát gombákat hív segítségül. És a köröm viszont az írhába van beágyazva. Akkor már kezd a dolog érthetővé válni, ugye, hogy a támadási konfliktust megélt írhának a megoldási szakaszában segítségre érkező gombák nem csak a felesleges írha sejteket bontják le, hanem egy úttal, hát mondjam azt, hogy átszövik ezt a köröm lemezt is. És aztán elmehetünk, és letépik a körmöt, és kinyúl az új köröm, és az is gombás lesz. Igen, a körmünket annyi minden tudja megtámadni, és akkor hadd csacsogjak itt a köröm témában egy
picit. Ugye van az a szép cipő, hölgyeim, ami nem pont a mi méretünk, de nincs még egy gyönyörű, pont egy ilyen színű ruhánk van. Van, igen. Nem bírjuk ki, hogy esetleg megnézzék más helyen. Általában ott sincs nagyobb méret, tehát másik üzletben, és azt gondoljuk, hogy hát ez majd még jó lesz. Hát azért van az a cipő, amiben csak szépen lehet ülni. Járni nem. Járni annyira nem. Éppen betipegünk az autóból, és leülünk gyorsan. Drága nőtársaim, hogy hívjuk ezt a cipőt? Körömcipő. Körömcipő. Még az elnevezésében is benne van, nekem ez a felismerés, ez egy nagyon megmosolyogtató folyamatot jelent. Aztán veszünk cipőket, amiket nem hordunk. Nagyon sokáig. Közben testalkatunk változik, járásmódunk is nagyon gyakran megváltozik. Aztán betuszkoljuk a megfáradt lábainkat egy olyan cipőbe, ami 3 évvel ezelőtt volt felpróbálva, akkor biztosan jó volt, de nem biztos, hogy a lábunk alakja, boltozata még a 3 évvel ezelőtti méreteket ölti. Így van. Aztán gondoljunk csak azokra a pedikűr, manikűr eljárásokra, amik aztán ehhez társulnak, mert ugye mit meg nem tennénk az ápoltság látszatáért, hölgyeim, és saját személyes példámmal hadd mutassam önöket. Pár évvel ezelőtt az egyik pedikűrös kitalálta, hogy milyen szép lenne, hogyha erre is tennénk valami kis mintát, valami kis gyöngyöcskét, kövecskét. És egy augusztus végi időszak volt, és nagyon apró, finom, tényleg nagyon picike kis gömböket szórt rá, ezt úgy hívják, hogy kaviár, ezt ott tanultam. Viszont az időjárás az megváltozott, úgyhogy nem a nyitott orró cipők ímet kellett hordanom, hanem a csukott orróakat. Annak egyetlen egy gondja volt, hogy ezeket a gömböket, bigyókat nyomta lefelé. Ez pedig nyomta a körmömet. Hál' Istennek csak 2 lábujjamról sikerült ilyet beszerkesztenem, de minden egyes lépésnél éreztem, talán minden kaviárt külön-külön, ilyen gyöngyöcskék, rettenetesen zavart, és azt éreztem, hogy sehogy nem fér benne a lábam a cipőben, tehát ez egy konkrét támadási állapot volt, valahogy aztán sikerült lepiszkálgatnom egyenként őket, gondolhatják, ha egy kisollóval nekiállunk, az egy újabb támadási konfliktust rejt magába. Szóval ott és akkor megfogadtam, hogy nekem soha többé ilyen kaviár a lábujjaimra nem kerül, sem a kezemre, pontosan amiatt, mert ezek a beavatkozások, ezek a szépítkezési, hogy is mondjam, extrém irányvonalak, amiket minőtt néha hajlamosak vagyunk elkövetni, ezek a bőrünk számára, illetve a körmünk számára egy óriási támadást jelentenek. És csak egy gondolat még, Kereszt, tudom, hogy ez túl banálisnak tűnik férfi fülnek, de nagyon sokszor maga körönvágási módszerünk is egy támadásnak teszi ki a körmeinket. Bizony, nagyon lényeges dologra világítsz rá. Gondolok itt azokra a szúróvágó eszközökre, amiket a körömápolás során használunk. Remélem, hogy a manikürösök, pedikürösök holnap nem fognak megkergetni az utcán emiatt, és nem leszek kitéve ilyen újabb programot aktiváló támadásnak. Ollókkal fognak téged üldözni. Igen, de csak ízelítő ezekből néhányat. Olyan szintű eszköztár van már a körömápolás témakörében, mindenféle botok, pálcikák, amik felnyomják a bőröcskét, oldalt kiszedik, van olyan, ami ezt a kutikula réteget leolvasztja, úgymond, ez egy nagyon erős vegyszer, ami felpuhítja a bőrt gyakorlatilag. Hogy te miket tudsz? Hát igen. Gyakorlatilag egy savas réteget húz a körömre. De gondolok itt a különböző
épített körmökre is, és semmiféle módon nem szeretném, nem szeretnék senkit megbántani. Tényleg gyönyörűek, és én mondtam is, hogy Nobel-díjat adnak, aki ezt a módszert kitalálta, csak elfelejtjük ezt használni megfelelő ideig, mennyiségig. Tényleg nem azzal van gond, ha valaki szeretne szép manikürt, azzal van gond, amikor mindenféle eszközzel, módszerrel, mindenféle égetéssel, sütéssel, savazással próbálja a körmeit rendbe tartani, és nagyon sokszor elfelejtkezünk arról, hogy ezeket a szépítkezési, esztétikai eszközöket, nevezzük azokat, nem életünk végig folyamatos hordásra, viselésre találták ki, és azt gondolom, hogy nagyon sok hölgytársam egyetért azzal, hogyha a körömlakunk egy picit elkezd megbomolni, akkor ne a fogainkkal próbáljuk ezt lerágni, mert ez is egy támadás, és akkor itt vagyunk a szorongás kategóriánál, a körömrágásnál, és az öncsonkító mechanizmusoknál is, hogy ez mekkora támadást jelent a körmöknek másodlagosan. Igen. Tehát azért próbáljunk meg a józan ész talaján megmaradni, akkor is, hogyha esetleg a női szépségről van szó. Hát nagyon köszönöm, Réka, mert én ebben teljesen avatatlan vagyok, és azért... Mert egyszer elviszlek egy ilyen helyre. Szóval ez tényleg nagyon összefoglaló volt, és akkor megérthetjük, hogy mindazt, amit a körmünk a gyökerére, az irhára nyomásként közvetít, az elindítja a támadási konfliktust magában az irhában, a megoldáskor jön a gombás lebontás, és ugye ez meg átszövi a körmüket. Én emlékszem gyermekkoromban a körömvágástól féltem, de nagyon, mert gyermeki szemmel az az olló nekem hatalmasnak tűnt, és attól féltem, hogy anyám még az ujjamat is levágja. Könyékig. Hát mit tudom én, de megfogta, és akkor én húztam, ő meg még jobban fogta, és a körömcsipeszt tudom mindenkinek jó szívvel ajánlani, mert ezzel nem fogunk tudni mély bevágást csinálni. Mert ott jön aztán ugye a köröm ágygyulladás. Amikor bevágunk a körömnek a sarkába, vagyis megszüntetjük azt a biológiai békét, ami a köröm sarka és a köröm ágy vége között van, akkor ottan elindul valami. Mi történik? Kitépjük a körmöt az ágyából, és amikor a köröm elkezd nőni, maga a köröm növekedése már támadásként hat a köröm ágyra, ami ugye vissza akar oda menni, és ez pedig gyulladással fog reagálni. Tehát ne piszkáljuk azt, ami biológiailag tökéletesen meg van csinálva, még akkor sem, ha nem nagyon tetszik nekünk. Szóval megint a szépségipar áldozataivá válunk, hogyha a körmünket hát nem megfelelően ápoljuk. A békjó miatt, ugye, tudjuk, hogy a békjó az a lábszáron keletkezik, és megélek egy támadási konfliktust is, bármi megcsaphatta a lábam, vagy úgy éltem én meg ezt az egész konfliktust egyszerre békjóként és támadásként, miért ne, hát jogom van, vagy nem? Abszolút. Abszolút jogom van. Egyetlen konfliktusra legalább 5 megélést asszociálni, és elindítok 5-féle programot. Eszembe jutott Hammer doktor anekdotája, hogy egy embernek joga van ahhoz, hogy egyszerre legyen bolhás és tetves. Igen. Nagyon, nagyon frappásan fogalmazta meg Hammer doktor, tehát itt jön be az, hogy a lábszáromon megjelent az orbánc. És ugye mit mondanak, hogy hú, az megjelent, az akkor recidivál és visszajön. Miért? Mert nincs a konfliktus tisztázva, nincs a konfliktus megoldva, és a lebontáskor ugye mindig jönnek a gyulladásos tünetek. Ennyire egyszerű az orbánc története, bárhol is jelenjen meg, mert ugye nem csak békjóként tudok én megélni egy támadást, hanem még számtalan megélésünk is lehet. Minél intelligensebb vagyunk, annál tökéletesebben tudjuk magunkat össze-vissza támadni. Vélt vagy átvitt értelemben. És ugye nem csak a
az írha az, ami a támadásra hat, hanem a burkok is, ahogy azt már említettem, a szívburoknak a megvastagodás a konfliktus aktív szakaszban, az mindig a szívetért támadás következtében indul be átvitt értelemben, mert ugye azért a szívét senkinek se fogják ütögetni. De hát mit tudom én, lehet, hogy valakit úgy nevelnek, hogy közben ököllel a mellkasát elől ütögetik. Fogalmam sincs, hogy ilyet is meg lehet élni, nyilvánvaló, de itt a szív átvitt értelemben azt jelenti, hogy én mindent mindig jól csinálok, és mégis mindig engem ér minden támadás. Na, hát akkor megszaporítjuk a szív burok sejtjeit, majd ugye lebontáskor jönnek a gyulladásos tünetek, és a folyadék a szívburok dupla üregében. Volt páciens, aki azt írta, hogy mondja már meg, hogy neki a szívburok üregében miért van több folyadék, mint másoknak, mert a kardiológián nem tudták. Hát pontosan azért, mert van egy ilyen konfliktusa, és ugye még ehhez hozzátesszük, hogy mindezt, hát kinek mondjam el, hát senki nem ért meg engem, mindenki azt mondja, hogy túlérzékeny vagyok, és akkor a magányosságból kifolyólag még több folyadékot gyűjtök be, mint kellene, ez a folyadék ott maradhat már a hegesedési fázisban, és akkor ez a folyadék megvastagodás kimutatható lesz. Tehát tessenek ezt a programot lezárni, mert különben a folyamatos építés-bontás, vagyis az elakadt gyógyulási szakasz oda fog vezetni, hogy elmeszesedik ez a burok, és ezt már akkor páncélszívnek fogják nevezni. Láttam ilyet a morfopatológián formalinban. A mellkas ellen megélt támadás az természetesen, hogy a mellkason belül található mellhártyára foghatni. Ugye tudjuk, hogy a mellhártya feladata az, hogy a tüdőnek a kitágulását biztosítsa. Ugye is belégzéskor a mellkas, a kas, ugye a bordák, izmok hatására eltávolodnak, megnő a térfogat a mellüregben, és a levegő passzívan bejut, ez a belégzés. A kilégzéskor meg már elengedjük el az összehúzódott belégző izmainkat, ezek elernyednek, összenyomul a mellkas, és kifújjuk a levegőt. És megtörtént a belégzés és a kilégzés. Na most ahhoz, hogy tudja a tüdő követni a mellkas tágulását, ehhez a mellhártya két rétege között annyi folyadéknak kell lennie csupán, mint amennyi folyadékot két üveglap közé bepötyögtettünk, megnedvesítjük mondjuk az egyik üveget, rátesszük a másikat, és akkor ez a két üveg szétválaszthatatlan, elcsúszik egymáson, és ez a lényeg, hogy surlódásmentesen a tüdő, a mellkasfal között ugye nincsen semmi probléma, de meg fog szaporodni benne a folyadék, hogyha a gyógyulási szakaszban megint csak az szegényen árvabokár lelkiállapotot behozom. És itt láthatjuk a képen, középen, hogy begyűlik a folyadék, már pedig ez a folyadék egyre vastagabb lesz, akkor a tüdő összeesik, már nem tud oda tapadni, nincs ami kihúzza a mellkas falához. Ugyanez megtörténhet akkor is, amikor leengedik, ugye beszúrnak és leengedik a hidrotoraxot, a vízgyülemet a mellkas falából, és egész véletlenül a tű mellett levegő szabadul ide be. Hát akkor már légmellőről beszélünk, és ez természetesen, hogy megint csak nem segít a légzésben nekünk. A konfliktus aktív szakasz tehát tünetmentes, mert szaporodnak a sejtek, megoldás első szakaszában ugye jön az úgynevezett gennyes mellhártya gyulladás, annak minden tünetével láz, hidegrázás, fájdalmas lélegzés, és amikor meghallgatjuk ezt a
területet, akkor hóropogásszerű hangokat hallunk, ez tényleg így van, ezzel így nincsen semmi probléma, de amikor a magányosság miatt egyre több folyadékot fogunk oda begyűjteni, akkor azt már vizes mellhártya gyulladásnak fogja nevezni a medicina. És ugyanígy történik a hasüregünkben is, csak nyilván a hasüreget ért támadásként kell megéljük a konfliktusokat. Egy beteg biztos volt abban, hogy arról a bizonyos munkahelyről fog nyugdíjba menni, de hát ugye a multikat nem nagyon érdeklik az emberi sorsok, őket csak a szent profit hajtja. Ezért ez az ember abba a kellemetlen helyzetbe került, hogy bement hétfőn és közölték vele, hogy hazamehet. Ki van rúgva több évtizedes munka után. És mivel úgy élte ezt az egészet meg, mintha valaki a talpával, a derekába rugott volna, egy kialakult a retroperitoneális tumor nála, tehát a hasártya hátsó részének a megvastagodása. Egy másik hölgy, nevezetesen egy doktornő, egy átadáson megélte azt, hogy valaki beszólt, és már nem tudta, hogy ki volt, nem tudta, hogy mit mondott, de azt megmondta, hogy ezt egy övön aluli ütésként élte meg. És pontosan kérdeztem, hogy hol volt, hol érezte ezt. Pont oda mutatott, ahol nekiálltak a sebészek, és kiszedték úgymond a petefészkét a hozzátartozó megvastagodott hasártyával együtt. A szövettani vizsgálaton kiderült, hogy a petefészeknek semmi baja nincs, de petefészek rák diagnózissal megkapta a kemót, a sugarat és a biztos helyet a temetőben, mert már nincs közöttünk. Ezeket a példákat azért mondom el, hogy vegyük észre, hogy csak a germán gyógytudomány ismeretével tudunk határozottan fellépni mindenféle egészségkárosító terápiának nevezett eljárással szemben. Az egészségünkért mi magunk vagyunk a felelősek, tehát nem kellene másra bízni a gyógyulásunkat, hisz mi indítottuk el egy DHS-sel magát a programot, és mi is fogjuk megoldani, ha ezt az egészet feleslegessé tesszük. Ez arról, hogy hogyan tegyünk feleslegessé egy programot, épp a hétvégén a győri háromnapos rendezvényen részletesen beszéltünk. És akkor jön a harmadik félefajta konfliktus, ami szintén ugye a kisagy irányítása alatt van, és az pedig az emlőmirigyet érinti, mint mondtam, gondozási konfliktus. De ide nem csak a gondozási, vagyis a túlzott aggódás vezet, hanem az állandó veszekedés, vita, ahogy azt Hammer doktor fészek vita konfliktusnak nevez. A baloldali képen láthatjuk az emlőmirigyhez társuló, mondjam azt, hogy nyirokrendszert, és csak azért szeretném ezt itt Hammer doktor könyvéből bemutatni, hogy ne essünk kétségbe, ha mondjuk hónajban megnagyobbodott nyirokcsomókat találnak. Ez teljesen természetes, mert amit a megoldáskor, a gyógyuláskor lebontunk, az természetesen nem a végbelen keresztül távozik, hanem a nyirokcsomókon keresztül újra hasznosul. Ez kérem a biológiai recikling. Minden lebontott sejtünkből a még hasznosítható dolgokat a nyirokrendszer fog újra hasznosítani. Tessenek megnézni a nyirokrendszer és a lépről szóló webkonferencia anyagot, és akkor minden olyat, amiről azt hittették el velünk, hogy az áttét, akkor rá fogunk jönni, hogy ezek mind értelmes, nagyon értelmes dolgok. Itt látjuk azt a kivett képet a melldaganatokról, vagy a mellbiológiai programjairól szóló előadásból, ami az IRHA irányítása alatt található, tehát gyakorlatilag a tejmirigy egy begyűrődött IRHA kisagy vezérli, és mindig az aggódás és veszekedés konfliktus az,
ami elindítja a szövetszaporulatot, és nem véletlenül a jobb vagy a bal mellünkben, mert a jobb kezes anyukának a bal melle az édesanyjáról, a gyerekéről és önmagáról szól, amikor már önmagáért aggódik. A másik, tehát a jobbkezesnek a jobb oldali melle, az a partner oldali fel nem oldott konfliktusoknak a színhelye lesz, és mindenki partner, aki nem én vagyok, ugye, nem az anyám és nem a gyermekem. Ezt jól lenne tudni, és a biológiai kezesség az nem változik. Mondom, biológiai kezességről beszélek, és nem arról, hogy ki mely kezében tartja a kanalat, vagy a tollat, amikor ír. A balkezeseknél ez fordítva van, tehát a balkezesnek bal oldalt van a partner oldal, és jobb oldalt jelennek meg az anyjával, gyermekével kapcsolatos konfliktusai, vagy ha önmagáért aggódik. Az ember önmagával nem szokott oly annyira veszekedni, hogy ebből neki biológiai válasza legyen, tehát a veszekedések mindig a partner oldali konfliktusba indítják el a folyamatot, hát kivéve, ha az anyjával vagy a gyerekével van állandó vitája valakinek. Nos, a szövettani diagnózisig lebontva részleteztem én ezeket a dolgokat a mellről szóló felújított webkonferencia anyagban, ezt mind elmondtam, elérhető, és a lényeg az, hogy megértsük, hogy konfliktus aktív fázisban nincs fájdalom. Nincs fájdalom. A megoldási szakasz az, ami mindig fájdalommal jár, főleg ha biológiai gyógyulás történik, vagyis a csomónak, a megnövekedett csomónak az elbontásában részt vesznek a TBC baktériumok. És hát ez mindig fájdalom, gyulladás, láz, éjszakai izzadás lesz, és természetesen, hogy a lebontott sejtek helyén azért egy szövethiány ott marad. Na most az a nagymama, akinek a két melle már annyi, mint két üres papírzacskó, az csak azért alakult ki, mert az egész életét aggódásban élte le, mindig folyamatosan konfliktus aktív, aztán lebontotta, megoldódott, egy kicsit megnyugodott, aztán megint aggódott, aztán megint megnyugodott, és az állandó építek-bontok történet a mirigyállomány teljes elsorvadásához vezetett. Az a nő viszont, aki a nőiségében teljesen jól érzi magát, és a melleit el tudja fogadni olyannak, amilyennek, annak az a jó hírem van, hogy ha elégedetlen volt eddig a mellével, akkor a melle pont olyanná fog alakulni, ahogyan ő azt szeretné. Tehát a melleknek a megnövesztéséhez nem kell feltétlenül szilikonbetét, drága hölgyeim, csak ki kellene békülnünk önmagunkkal. És egy nagyon lényeges kérdés akkor a nem biológiai gyógyulás. Ugye ilyenkor betokozódik a csomó, fájdalmatlan, és ilyenkor nincs nyirokcsomó sem. Vagyis... Hát nyirokcsomó megduzzadás? Nincs nyirokcsomó, mert ezt már nem biológiailag lett gyógyulva, hogy mindenki értse, kötőszövetes elváltozáson ment át, mész rakódott bele, ezért se sikerül a tűbiopszia, mert itt egy nagyon vastag szövetről van szó. Vannak elmeszesedett csomók a szervezetünkben, de ha ezt a mellben találják, akkor azt rögtön rossz indulatúnak nevezik, és indul a procedúra a protokoll szerint. Nos, kedves hölgyeim, ha valaki talál egy csomót a mellében, az első, legfontosabb dolog, hogy feltegye magának a kérdést. Kiért aggódom? Kivel veszekszem? És kinek az elszakadása az, aki nekem oly annyira fáj? Mert ez a három konfliktus az, ami a női mellett érinti. És ha tisztáztam a kérdést, akkor rögtön kiderül, hogy ez egy régi történet, amit már megoldottam, vagy még mindig aktívan benne vagyok. Mert ha egy régi történet, és van egy csomóm, akkor azt jelenti, hogy ez egy elmeszesedett csomó. Ha még mindig benne vagyok, akkor természetes, hogy nem fáj, hanem növekedett, és akkor fog fájni, amikor megoldottam. De tudom, hogy ez a megoldás, ez
miértünk van, miértünk történik, és nem az életünkre törő gyógyulási folyamatról van szó. Az egy másik kérdés, amikor egy hölgy azonosítja magát a melleivel, és ha netalántán sebészileg eltávolították a mellét, vagy megtörtént a műtét, rekonstrukciós műtét is megtörtént, és elégedetlen azzal a munkával, amit a sebész csinált, mert hogy ilyennel is találkoztunk, elcsúfítva érzi magát, akár akkor, akár visszacsináltak valamilyen mellett, akár nem történt meg a rekonstrukciós műtét, de ő elcsúfítva érzi magát, akkor elindítja természetesen az elcsúfítottság miatt az IRHA programot, a levágott mellett eltakaró bőr darabban, és megjelenik benne a melanóma. Tehát itt akkor ugye sok mindent kellene tisztázni, kedves hölgyek, és ezeknek a dolgoknak a helyretevése az, ami 3 napot mindenképpen igényelne mindenki számára. Nos, a My Studenten Mädchen, az arhaikus varázsdallam, az valójában egy csodálatos segítség, hölgyeim. Mikor megjelenik a fájdalom, akármilyen mell programról is legyen szó, és megoldottuk a konfliktust, ugye nem csak azért, mert eltűnt, vagy visszajött a gyermekem a messzi távolból, nem csak azért, mert már nem kell aggódnom anyámért, mert frekvenciát váltott, nem csak azért, mert már nem veszekszünk többet, mert elváltunk, hanem azért, mert ezt az egészet én tudatosan, érzelmileg megoldottam, elengedtem, megbocsájtottam, és rájöttem, hogy mennyi mindent tanulhattam belőle. Nos, ha ez így megtörtént, akkor, és hallgatom a Hámeri dallamot, akkor egyszerűen a legrövidebb úton fogunk meggyógyulni. A Hámeri dallamnak a hallgatása nagyon fontos minden éjszaka, pontosan azért, mert ugye agyunk nem tesz különbséget valóságálom illúzió közt, és az álmok, a visszatérő álmok is újraindíthatják a programot, és elakad a program. Tehát tessenek hallgatni a dallamot, és akkor a program befejeződik. Igen, itt van, hogy kivétel optikai sín. Tehát aki nem tud szívéből megbocsátani mindazért, ami történt, annak azok a személyek, akik sínként ott szerepelnek a konfliktusban, újraindítják a programot. És ilyenkor az optikai sínen mit lehet tenni? Hát talán nem kéne fölbelőni az optikai síneket, elzavarni, mert ezzel még nem lesz megoldva a programunk. Akkor úgy járunk el, mint a vadállatok. Kerüljük a síneket. Csak az a gond, hogy nem sínek, hanem, mint mindig mondom, pályaudvarok vannak a fejünkbe. Nem ezekkel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy azt a 3 konfliktust, amit említettem, gondozás, elválasztás, vita, ez egyszer és mindenkorra zárjuk le. Megnyugtatóan. Megnyugtatóan. És akkor, hát ezek a magasabb szintű, hát mondjam azt, hogy megoldások vezetnek a teljes gyógyuláshoz. Én remélem, hogy sikerült némi újdonságot is elmondani a mai este, és megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és talán az először itt lévő hallgatóknak is sikerült elmondanom, hogy a germán gyógytudomány rámutatta arra, hogy nem azoktól a tényezőktől betegszünk meg, amivel az akadémikus orvoslás számít. Nem statisztikai adatok vagyunk, és nem statisztikai adatként fogunk megbetegedni, hanem mindig a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások azok, amelyek meghatározzák, hogy hány biológiai programunk van. Ha meghalmozzuk ezeket az élvezeteket, akkor természetes hangulati változások is be fognak következni. A megoldással, az érzelmi megoldással tudjuk a valós okokat valóban feloldani úgy, hogy ne legyen belőle semmilyen krónikus folyamat.
Ugyanakkor a germán gyógytudomány, mivel reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, én nyugodt szívvel merem kijelenteni, hogy ez tényleg tudomány, hiszen ezek az ismérvek határozzák meg valamiről, hogy tudomány vagy nem tudomány. A germán gyógytudomány a tudományosság minden meghatározásának megfelel, tehát akkor értsük meg, hogy itt nem ezotérikus történetekről van szó, hanem valóban a megfelelő megoldásról, mégpedig a legolcsóbb megoldásról van szó, nem kell állatkísérleteken tesztelni dolgokat, hiszen az állatok a saját konfliktusaikra fognak reagálni, és nem a miénk, és nem mi fogunk másképpen reagálni, mint az állatok. Szóval itt nagyon helyre kell tenni a gondolkodást, és ha az öt biológiai természettörvényt valaki már megértette, és el is fogadta, valamint tisztázza azt, hogy milyen konfliktus az, amit rendbe kell tennie, és azt érzelmileg rendbe tette, nos kérem szépen, akkor minden meg van oldva, vagy ha nem, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Nagyon szépen köszönöm, drága Karesz, ezt a ma esti webkonferenciát, igazán nagyon érdekes összefüggéseket mutattál meg a gondolkodásunk, viselkedésünk, érzelemvilágunk, illetve fizikai testünk, egészségi állapotunk között. Na, azt gondolom, hogy azok számára is érdekes és hasznos információk hangzottak el, akik most még nem érintettek egyik témában sem, hiszen a célunk a figyelemfelkeltés, az ismeretterjesztés, hogy ezeket a programokat el se indítsuk magunkban. Nagyon fontos lenne tudni, hogy hogyan működünk, hogy melyek azok a programok, amelyeket nem kellene elindítani, és remélem, hogy arra is sikerült rámutatni, hogy ennek a megoldási módját mi milyen módon, úton véljük kivitelezhetőnek.